őszintelt tisztelettel köszöntöm a 15. Berentei Dalos találkozó résztvevőit, a meghívott csoportokat, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani, hogy elfogadták meghívásunkat, és köszöntöm továbbá meghívott vendégeinket, köszöntöm településünk polgármesterét, Rozsa Lászlóval, és minden kedves vendégünket. Kettős ünnepre jöttünk most itt össze. Egyrészt a népdal, nótainak és örömünnepe a mai, másrészt egy olyan apropóból, ahol is a helyi rozmai dalkör a mai napon ünnepi megalakulásának 15. évfordulója. Az együttes múltjáról, jelenéről, jövőképéről még fogok szólni a későbbiekben, így most inkább szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik lehetővé tették a találkozók létrejöttét. Engedjék meg, hogy megköszönjem az önkormányzat képviselőtestületének, és valamint Rozsa László polgármester úrnak önzetlen, odaadó segítését és támogatására. Szeretnék köszönetet mondani a Művelődési Ház dolgozóinak támogatásáért, és végül, de nem utolsó sorban, a Rozmarin minden egyes tagjának szeretnék köszönetet mondani. Következő gondolat után engedjék meg, hogy a következő Kodály gondolattal kívánjak minden csoportnak eredményes fellépést, és kívánom, hogy érezzék nagyon jól magukat itt nálunk. Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti a bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, az mind meghatványozza. Kodálynak e bearanyozott sorai szolgáljanak világó lámpásként az elkövetkezendő időkben, s mutassák az utat a zene az együtténeklés irányában. Köszönöm, hogy meghallgattak, és fölkérem Rozsa László polgármester urat, hogy nyissa meg a rendezvényünket. Én is nagyon sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm körülbelül megjelent dalköröket, és külön köszöntöm a Berentei Rozmarin népdalkör mostani és régi tagjait. Mindig nagy örömmel tölt el, hogy egy hagyományokkal teli találkozón vehetek részt, hiszen a hagyományainkat meg kell őrizni gyermekeink és fülki unokáink számára. A zene, a dal, és főképpen a népdal az, amely mai napon összeköti az itt lévő asszonyokat és férfi embereket. Összeköti, megnyugtatja, leginkább megnyitja szíveinket. Elődeinknek is sokat jelentettek a dalaik, hiszen azokban fejezték ki mindenfajta mondani valójukat, amiben voltak örömök, és természetesen bánatok is. De a közös éneklés mindig felemelő volt mindenki számára. Szeretném megköszönni a Múcsonyi, a Sajókazai, a Rudabányai, a Szőligeti, a Szomolyai és a Bükárdányi népdalköröknek, hagyományőrző egyesületeknek, hogy elfogadták a Berentei Rozmarin népdalkör meghívását, és jelenlétükkel, és nem tovább, természetesen hangjukkal, emlik a rendezvény színvonalát. A mai nap egy különleges nap, amely nem hasonlítható össze semmi más alkalommal, hiszen a Berentei Népdalkör 15. születésnapját ünnepeljük. És a mai nap kicsit félfülel hallottam, hogy micsoda véletlen, hogy ezen a napon a mai nap ünnepli a Rozmarin Népdalkör vezetője, Demény Gyula is a születésnapját.
Ága nevében még sok-sok esztendőt kívánok, nem csak nyugodtan, hanem az élet és a hangos hangjával is. 15 év, még egy párkapcsolatban is nagyon hosszú idő, nemhogy egy közösség és egy hagyományépítő csoport életében. Hiszen egy párkapcsolatban idézőjelben csak a párunkkal élünk, meg néha anyósunkkal. Viszont itt asszonyok és férfi emberek alkotnak közösséget, jóban, rosszban. 15 év alatt a Berentei Rozmai Dalkör tagjai számos helyen jártak, rengeteg helyen énekeltek, és vitték Berente település jó hírnevét. Városról városra, faluról falura, igazán büszkék lehetnek magukra, mert mi is mindannyian büszkék vagyunk rájuk. Végezetül mindenkinek kívánok jó egészséget, népdobokban bővelkedő, még több ilyen rendezvény, mai napra pedig kívánok mindenkinek jó szórakozást, és természetesen érezzék jól magukat. Szeretném megragadni az alkalmat, és szeretném felkérni Demjén Gyula, a Rozmai Népdal vezetőjét, hogy felvegyen ide mellém, hogy átadhassam neki a polgármesteri díszoklevelet. Köszönöm szépen, és mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok. Polgármester úr és Demjén Gyula köszöntő szavai után én is nagyon sok szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket. A Berente község önkormányzata és a Rozmarin Dalkör között szervezésében megrendezett 15. dalos találkozón. Még egyszer megköszönöm a kórusoknak, dalköröknek, hogy elfogadták meghívásunkat, és részvétükkel emelik rendezvényünk színvonalát. Bízom abban, hogy mindannyiunk számára jó hangulatban fog telni ez a mai dalos találkozó, amely nem csak a kapcsolatok építésére ad nagyszerű alkalmat, de tapasztalatszerzésre és bemutatkozásra is új lehetőséget kínálhat. Kezdődjék el a dalos találkozó, fogadják sok szeretettel elsőként a hagyományőrző népdalkör Múcsonyból. Múcsonyi hagyományőrző párbakörről csak néhány szót azért mondok el, mert vannak itt olyan csoportok, akikkel még nem találkoztunk. 1973-ban alakult a népdalkör, azóta is működik folyamatosan. Célunk a régi hagyományok, népdalok, szokások felkutatása és átörökítése a fiatalabb nemzedéknek. Jelmondatunk, aki nem ismeri a múltját, annak nincs jövője. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos ahhoz, hogy tovább tudjunk így együtt énekelni, hogy megismerjük a múltunkat és a régi hagyományokat. A Múcsonyi Hagyományőrző Pávakör több aranyminősítéssel rendelkezik, valamint mivel nem csak magyar, hanem ruszin nyelven is szoktunk énekelni, ezért 2 éve elnyertük az országos ruszin önkormányzat túlahodik Antal díjat. Büszkélkedhetünk polgármesteri dicsérettel is, és igazából nem ez a célunk, hanem az, hogy jól érezzük magunkat. A mai nap egy dalt és egy dalcsokrot hoztunk, Lucskai katonadalokat, és szólót énekel Gregucki Dorinak, kérem, hogy fogadják szeretettel. Sok idegen földet bolyongtam belé.
Yeah.
Nem használ, nem használ a köves út az ökre.
alig, hogy én a faluba beérek. A hajamba piros szalagot teszek, fújja a hideg szél. Édesanyám, jó leánynak neveltél. Fújja a hideg szél, édesanyám, jó
Köszönjük a Duna Bányai Asszony kórus műsorát, most pedig a hagyományozó pávakör következik Szögligetről. Fogadják őket szeretettel! Thank you.
megmondtam, gyenge rózsám leszeres. Nincs egyetem, mint a két karom keres. Szeres olyan hideg rovar szekere, hogy a szíved ne nyugodjék mellette. Jaj, szememben ígultam az előtt, míg a babám szétállt a kapu mellőtt. De már immár, de már immár, de két a között elsütött a holdvilág, megtagadott engemet édesanyám, megtagadott nem hív többé anyának, csak én hívom őket édesanyámnak. Egy szemtökény, két szemtökény, tátott szájú véres legény, miért ötted meg a bakarcsot, azért nem jött ki a hajcon. Zöld asztalon még a gyertya, barna kisján koppangatja, hol elrontja, hol meggyújtja, csak a szívem szomorítja. Komám asszony megmondja az uramnak, hogy eladtam a kakasom a szomszédnak, mert ha megjön, jól megver, úgy lesz nekem jó reggel, komám asszony. Komám asszony megmondja az uramnak, hogy sok boldogságot kívánunk a Berentei Dalos társaknak és kiváló vezetőjüknek, Gyulának. Énekeljetek még sokáig szívből jövően és szeretettel. Jó kedvetek szárnyaljon, hadd szóljon az ének. Ezt kívánja szeretettel Páva körünk néktek. Eseményeire. Természetesen ez alatt az idő alatt azért egy kicsit kitekintettünk, és sokat szomszédoltunk már, sok néptalkörrel kötöttünk barátságot, reméljük, hogy ezt elmondhatjuk a berenteiekről is, akiknél tavaly tavasszal jártunk itt először, és akkor a tópartján volt egy sikeres kis összejövetelünk. Szakmai zsűri előtt is igyekszünk megmérettetni magunkat. A Kóta rendezvényein és a Vas Lajos Népzenei Szövetség rendezvényein is. Egy kicsit hagy reklámozzam a Vas Lajos Népzenei Szövetséget, azért is, mert én többek között a vezetőségi tagja vagyok, és ez a szövetség az, ami csak a népdalköröket fogja össze, azokat próbálja támogatni, segíteni szakmailag. Úgyhogy én mindenkinek a szíves figyelmébe ajánlom, hogy lépjenek fel a szövetség honlapjára, kicsit nézzenek széjjel, aki nem ismeri még ezt a szövetséget,
és hát ismerje meg a mi munkánkat. Mi is szoktunk versenyeket rendezni, két évente felmenő rendszerű versenyt, ami egész Kárpát-medence magyarságára vonatkozik. Elődöntő, középdöntő és végül a döntővel zárul ez a két éves ciklus, amit általában Pesten rendezünk, és az elődöntő pedig az északi régiónak, mivel önök is ide tartoznak, azért reklámozom, általában Bugácson szokott lenni egy nyári napon, ahol aztán, amikor elénekelték a népdalcsokraikat, akkor megmártoztatnak a strand vizében is ingyenesen az ott jelenlévők, ez a községnek az ajándéka. Mi a mai alkalommal két csokorral készültünk, egy felvidéki csokorral és egy Dunántúl születelő dallammal. Fogadjanak bennünket szeretettel! Nem a kapufa fogta.
munkája jutalmát ingem gatyám árátfúgós bottal. Munkája jutalmát ingem gatyám árátfúgós bottal. Jaj, de szépen álmodtam, Jánoskát megcsókoltam, párnámat megfordítom, fordítom, ő is rólam álmodjon, álmodjon. János, nekem szeretszel, feleségül beszeled, hogyha kérlik, megmondom. A csendeit
a kedves népdalkörvezetőt, a Berentei népdalkörvezetőjét, hogy fáradjon ide hozzánk, és még ide fárad, addig mi is szeretnénk őket megköszönteni egy rövid kis dallal.
sorát, kedves közönség, most pedig fogadják szeretettel a színpadon a házigazda Rozmarin dalkönyvét. Popüler mellé, haver góniát, néztek is az a pár.
önfelett dallás után engedjétek meg, hogy pár gondolat erejéig emlékét tegyek a mai nap ünnepi mi voltáról is, amikor is a Rozmarin dalkör 15. születésnapját ünnepeljük. S mielőtt még ismertetőmbe belekezdenénk, egy fájó kötelességemnek szeretnék eleget tenni, és megkérném a jelenlevőket, hogy egy perces néma főhajtással emlékezzünk arra a személyre és személyekre, akik nélkül ez a mai rendezvény nem jöhetett volna létre. Emlékezzünk Litzel Lászlóné Irénkére, az együttes alapító vezetőjére, Molnár Barnabásné és Bodnár Sándorné tagokra, akik sajnos már nem lehetnek itt közöttünk, emlékezzünk rájuk. Köszönöm szépen! Ezek után egy rövid áttekintést szeretnék átfűteni az együttes 15 éves múltjára. A dalkör 2002-ben alakult, az előzőekben már említett Litzel Lászlóné Irénke hathatós közreműködésével. Elsődleges céljuk a népi és bányász hagyományok ápolása volt. Irénke halála sem törte meg az együttes életét, és Molnárné Csutor Ágnes, valamint Samu Ágnes karvezetők támogatásával tovább folytatták a sikeres és eredményes tevékenységüket. 2011-ben vettem át az együttes szakmai munkájának az irányítását, és haladtunk tovább a megkezdett úton. Az elmúlt 6 évben sikeresen kapcsolódtunk be az országos minősítő fesztiválok táborába, amit a térségi dicsérő, valamint a kétszeres országos ezüst minősít is tanúsít. Sikerült fejlesztenünk az együttes repertoáriát, és elmondhatjuk, hogy ma már a hagyományos népdal és bányászdalok mellett énekelünk népi nemzeti dalokat, katonadalokat, magyar nótát, operettet, táncdal, sőt belekóstoltunk a színjátszás és a néptánc világába is. E sokoldalosságot az váltotta ki, hogy sok helyre hívják az együttest fellépni, és az ottani igények alapján kellett műsorainkat megújítani, és alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Mindezek természetesen nem jöhettek volna létre az önkormányzat és a művelődési ház hathatós támogatása nélkül. Mert a két intézmény támogatása kellett ahhoz is, hogy a dalkör szervezésében hagyományt tudtunk teremteni a településünkön, amikor is negyedik alkalommal tudtuk megrendezni idén a Berentei Pincenapokat, és második alkalommal a Berentei Tócsnyi Fesztivált. Köszönet az önkormányzatnak, polgármester úrnak és a művelődési ház minden egyes dolgozójának. A legnagyobb elismerés természetesen a dalkör tagjait illeti, akik önzetlen, odaadó hozzáállásukkal tették lehetővé az eredményes lebonyolításokat. A szinte majdnem minden hétvégére eső fellépések mellett nagy szerepet játszunk a Berentei Idősek Otthona ellátottjainak kulturális kiszolgálásában is. Személyemben két hetente nótaklubot működtetünk az otthonban. S a jelenből egy kicsit ugorjunk a múltba, és engedjék meg, hogy tiszta szívből köszöntsem a megjelent régi tagokat, és kérem, hogy velünk együtt közösen ünnepeljük meg egy nagyon szép esemény. Egy nagy tapsot hagyd ki előre. Ezek után szeretnék a magam nevében is kitartó, eredményes munkát kívánni a csoport tagjainak, hogy még sokáig együtt tudjunk járni azon az úton, amelyen jelenleg is haladunk.
egy bibliai üzenettel szeretnék mindenkinek eredményes hozzáállást, erőt, egészséget kívánni további közös munkához, amely így szól a 78. Zsoltár 6. verséből. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és felkeljenek, és hirdessék azokat fiaiknak. Köszönöm, hogy meghallgattak. És most engedjék meg, hogy egy nagyon-nagyon rövid ismertető kis filmmel be tudjuk mutatni a jelenlévőknek az együttes módját és a jelenét. Átadására kerül sor. Először is a régi tagokat szeretnénk megtisztelni szerény kis ajándékkal. Először is kérném Heisman Jánosnyit, hogy jöjjön ki az ajándékot átvenni. Istvánné a következő.
Köszönöm, történt. Feltöröljük. És ezt nem felejtsen már itt a Mátyási Mennyeré következő. Én magam mindjárt. Kis Tibor. Kőszegi Lászlóné. És akkor a régi tagokat letudván jöjjönek a maiak, akik már itt sorakoznak. És akik ténylegesen, nem akarom mérni őket, de tényleg annyit tesznek a településért, és annyi eseményen részt veszünk. Büszkén mondhatom, hogy mindenben lehet számítani az együttesre. És nem csak dalos találkozókon, a településnek lehet bármilyen eseménye, ők itt vannak, az biztos, és teljes elszélességgel odaálljuk az ügy mellé. Először is akkor Germuska Zsuzsát kérném. Szabados Lajosné. Pogány János barátom, gyere! Jacsó Emilné. Akkor énekeltessük meg őket.